Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban. Yeah! Na, srácok, úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen, hát egy ilyen vlog-féle videót az Airsoft témában, mert Discordunkon is, illetve rengeteg privát üzenet is érkezik, hogy hogyan kéne elkezdeni airsoftozni, hogy el szeretnétek kezdeni airsoftozni, de nem tudjátok, hogy hogyan kéne, úgyhogy erre fog most egy kicsit beszélni, hogy én mit javaslok, illetve miket tapasztaltam ki így az évek során, hogy hogyan érdemes belevágni ebbe a érdekes hobbi per sport dologba. Azért van rajtam szemüveg, mert itt van előttem egy nagy fényforrás, és konkrétan megvakulok, de kell, hogy azért normálisan lássatok, úgyhogy ezért sorry. Egyébként ez egy elszoptos szemüveg, majd erről úgyis lesz téma a videóban. Én összeszedtem a gondolataimat, és három fő pontot alkottam. Én úgy gondolom, hogy ez a három fő pont szükséges ahhoz, hogy egy ember el tudjon kezdeni a nulláról airsoftozni. A szögezzük le szerint, hogy a legegyszerűbb módja, hogy kipróbáld az airsoftot, hogy keresel a régiódban egy játékot, szoktak szervezni ugye airsoftos játékokat, Facebookon meghirdetik, különböző weboldalakon meghirdetik, igazából Google-en rákeresel, hogy Miskolc airsoft, és kidob egy csomó találatot, bejelentkezel egy ilyen airsoft eseményre, és ott van lehetőséget fegyvert, illetve felszerelést bérelni, amit ugye arra a meccsre megkapsz, és használhatod, és ki tudod próbálni. Úgyhogy általában ezt szokták javasolni, hogy mielőtt megveszel minden szír szart, először menj el és próbáld ki. Én is tudom javasolni, bár én ezt így nem csináltam, én egyből megvettem minden szír szart, és úgy kezdtem el airsoftozni. Az a baj ezekkel a bérelt dolgokkal, hogy sokszor nagyon rossz minőségűek, és nem nagyon hozzák azt az élményt, mint amit egy igazi felszereléssel kapnál, hogyha vennél ugye. De igazából nyilván elmész egy ilyen meccsre, 2000 forintot befizetsz, és kipróbálhatod, hogy kb. Milyen egy ilyen airsoft. Három fő szempont, amit összegyűjtöttem. Szabályrendszer per életkor, fegyver és kiegészítői játék találása a régiódban. Kezdjük az elsővel. Az Airsoft rendelkezik egyfajta szabályzatrendszerrel, MASZ-nak hívják, ugye Magyar Airsoft Szabályzat. Na most ez egyébként nincs kőbe vésve, de mindennek ez az alapja minden játékon, hogyha ezt érdemes átnézni, majd úgyis belinkelem a videó alá, ahol ezt el tudjátok olvasni. Amit nagyon fontos egyébként, az az életkor. 16 évesen kezdhetitek el, és akkor is kell hozzá szülői engedély, amit a szervezőnek esetleg fel kell mutatni. Egyébként soha nem szokták elkérni, én szintén mi 15-16 évesen kezdtünk el elszoptozni, és egyszer se senki se kérte ezt az engedélyt, de mindig ott volt nálunk, hogyha netán elkérték volna, akkor fel tudtuk volna mutatni. Ugye 18 éves kortól megértelemszerűen nem kell semmi, mehetsz bárhova. Na most vannak különböző elszopt szervezők, akik életkor könnyítést raknak a játékaikra. Például, ahova én szoktam járni Pesten, ott 14 éves kortól már elszoptozhatsz szülői jelenlét mellett, tehát itt nem elég az engedély, hanem kint kell lennie a szülődnek, de igazából nem tudom ezt ki ellenőrzi, mert de biztos van ellenőrzés, nem tudom. Második pont, ugye a legfontosabb a fegyver és a kiegészítői. Itt kapom a legtöbb kérdést, hogy milyen fegyvert, meg hogy, meg mi, meg nagyon sok tévhit van, meg tényleg olyanokat láttam, hogy hogyha erre érdemes beszélni. Véleményem szerint azt a fegyvert kell megvenni, ami neked megtetszik. Ugye fontos, hogy hát kb. Három fegyver típus létezik az airsoftban, de lehet, hogy négy. Az első az a rugós, a második legyen az AEG, a harmadik a gázos, és a negyedik legyen a mostanában egyre jobban feltörekvő HPA rendszerű fegyverek. Rugós fegyvereket nem érdemes venni, snipereknél szokták ugye használni ezeket a rugós narnikákat, illetve maximum shotgunoknál még, nem ajánlom kezdőknek, nagyon nehéz, amilyen egyszerű a narnikájuk, annyira bonyolult a játékstílusuk, nem egyszerű vele kíleket szerezni. Második, AEG, ugye ezek az elektromos fegyverek, ezek a legnépszerűbbek, ezek a, úgy gondolom, a legjobbak. Ugye a harmadik van a gázos fegyverek, ezeket főként egyébként ilyen másodlagos fegyvereknél szokták használni, vagy vásárolni, ugye pisztolyoknál. Ezek ugye azért jók, mert konkrétan nagyon élethűen lehet kezelni velük a fegyvert, ugye szánhátrasiklás,
hátraakad, ahogy betöltöd, stb. Ezek életű fegyverek, másodlagos fegyverek egyébként ezeket szokták használni, illetve vannak a HPA fegyverek, amik aztán egyébként nagyon drágák, bár mostanában egyre olcsóbbak. Ugye itt a hátadon van egy ilyen sűrített levegő, ez nem értek annyira, nekem sose volt, de én úgy tudom, hogy a hátadon cipelsz egy hátizsákba egy sűrített levegős cuccot, és akkor ugye ez rá van kötve a fegyveredre, és lényegében ez a sűrített levegő hajtja meg magát a fegyvert, és de ez nem értek, úgyhogy erről nem is fog beszélni. Lényeg a lényeg, én az AEG-et ajánlom kezdő fegyvernek. Hol érdemes utána nézni ezeknek az AEG-eknek? Na most én tudok ajánlani pár weboldalt, ugye én főként külföldi oldalakról szoktam rendelni, rengeteg magyar oldal is van, bár ott én úgy gondolom, hogy a magyar oldalak kicsit sokszor drágábbak, illetve a választék sokkal kisebb, de természetesen, hogyha ti mindenképp Magyarországon szeretnétek rendelni, megtehetitek, egy csomó ilyen weboldal van. Ahonnan én szoktam rendelni, az Taiwan Gun, Gunfire, AirsoftZone.com és Anareus.com. Egyébként az Anareus.com-on van kuponkódunk is, BEGAME10, mínusz 10% kedvezményt kaptok, ami elég jó cucc, úgyhogy tudom azt is ajánlani, de természetesen ez nem kötelező dolog, csak sokszor a kuponkódunkkal egy adott fegyver, illetve cucc sokkal olcsóbb, mint a többi weboldalon, hála ugye a kuponkódnak. Amiből mi egyébként semmit nem kapunk, úgyhogy félreértés ne essék, ebből mi nem kapunk pénzt, csak ki tudtunk harcolni egy ilyen kis szponzorációt, és kaptunk egy ilyen kuponkódot, amit nektek tudunk adni, hogy olcsóban tudjatok vásárolni. Cserébb ugye az ő logójukat kirakjuk a borítóképbe, illetve megemlítjük őket az ilyen elszoktos videóinkba. Ennyi. Ezek mind külföldi oldalak, a Taiwan Gun és a Gunfire lengyel oldal, az Airsoft Zone az Ausztriában van, az Anareus pedig Cseh országban van. Mindegyik ország ugye EU-n belül van, ezért semmit vámot, semmit nem kell fizetni, nem fogják megállítani a határon. Itt van 3-4 napon belül általában teljesen normális minőségbe, és ugye sokszor olcsóbban, mint hogyha idehaza vennénk meg. Én azt javaslom, hogy azt a fegyvert választ, ami neked nagyon tetszik, és a pénztárcád megengedi. Ugye lehet itt beszélni ilyenekről, hogy akkor most milyen márkát ajánlunk, mert ugye elszok fegyvereken belül vannak gyártók, márkák, és ezek eltérőek egymástól, tehát valamelyik rosszabb minőséget gyárt, valamelyik közepes minőséget gyárt, és valamelyik nagyon jó minőséget gyárt. Ez fontos, hogy ez a videó, ez főként egy kisebb összegzés, csak tehát nem részletes, tehát érdemes még jobban utána nézzetek azért a dolgoknak. Én csak nagyjából elmondom, hogy mit érdemes csinálni, hogy elkezd ezt az Airsoftot. Először kiválasztasz egy fegyvert, valamelyik megtetszik, oké. Berakad a kosárba, na most mi kell még a fegyverhez? Általában kell venni a fegyverhez egy akkumulátor, és az akkumulátor az egy okos töltő. Ugyanis amit a fegyverhez adnak akkumulátor, az maximum ilyen 1-2-3 órát bír ki, vagy sokszor nem is adnak egyébként akkumulátort ma már a fegyverekhez, így muszáj vásárolnod hozzá. Szóval kiválasztottuk a fegyvert, van hozzá akkumulátor a kosárba, van hozzá okos töltő a kosárba, ezeket egyébként mindent meg tudtok találni azokon a weboldalakon, amiket idáig felsoroltam. Mi fontos még? Ugye lőszer, BB-nek hívjuk, ilyen 2-3-4-5 ezres darabjával lehet venni, ugye ilyen kis csomagolás. Így néz ki, illetve nem feltétlenül néz ki, lehet, hogy sima csomagolásban van, de nekem ilyen van. Kis fehér golyók, ezt lövi ki a fegyver. A BB-ken belül egyébként, ami nagyon fontos, a súly. Milyen súlyú maga a BB, hogy egy darab ilyen lövedék, milyen nehéz. Ez itt pont 28-as, az a 0,28 grammos egy darab kis lövedék. Általában ez a pont 25-28-30 grammos BB-ket szokták ajánlgatni, fegyvertől függően igazából én is ezt tudom ajánlani, hogy valamelyiket ezek közül válasszad. Az, hogy milyen márka, erre szintén nem térek ki, ne a legeslegolcsóbb lőszert vegyük. Egy középkategóriáról érdemes egyébként szerintem vásárolni. Ha tényleg nagyon muszáj márkát mondani, akkor a BLS, GNG, illetve ezeket szokták ajánlani. Oké, tehát van fegyverünk, akkumulátor, töltő, lőszer. Ami még fontos, ugye általában a fegyverhez kapunk mindig egy tárat, általában egy high cap tárat, ugye van high cap tár, mid cap tár és low cap tár. A low cap tárat felejtsétek el, arra most nem is térek ki.
a midcap és a highcap tárat ajánlom. A highcap tárba fél a legtöbb lőszer, a midcap tárba közepesen fél a lőszer, tehát mondjuk a highcapbe belefér 600-700 lőszer, a midcapbe mondjuk 100-150-200 maximum, most csak így nagyjából mondtam valamit. Ugye a két tár között mi a különbség? Ez itt egy highcap tár, highcap M4-es tár, ez pedig egy midcapes M4-es tár, ugye ránézetten sok különbség nincsen, de a highcap tárnál alul csavargatni kell, hogy a BB felmenjen a tetejébe és adagoljon a fegyverbe, míg a midcap tárnál nem kell csavargatni. Igaz, ebbe 120 BB fér, ebbe meg belefér vagy 500. Oké, van fegyverünk, akkumulátor, töltő, lőszer, tárak pluszba. Mi kell még, ami nagyon fontos? Védőfelszerelés. Ez elszokban, ami szabályzatban is bele van írva, hogy kötelező a szemvédelem. Ezt nem érdemes elolcsózni, tehát ne azt csináljátok, hogy vesztek egy 5 eurós rácsos szemüveget, mert az nem fogja megvédeni szemeteket. Vegyetek egy drága, normális szemvédelmet, egy szemüveget, ezt szintén az említett weboldalakon meg tudjátok találni. Szemüveg mellett sokan még szájvédelmet is szoktak venni, köztük én is, ugye ilyen maszkokat. Ez nem kötelező, de úgy gondolom, hogy ez is azért érdemes lehet, mert azért ezek az elszoftos fegyók azért ki tudják lőni az ember fogát, ha éppen olyan távolsággal lőnek meg, illetve éppen olyan erős fegyverrel lőnek meg. Úgyhogy én ajánlom, hogy vegyetek maszkot. Ezt is szintén megtaláljátok a weboldalakon, amiket már ugye említettem. Itt is tetszőleges, hogy milyen maszk. Sokak csak egy símaszkot vesznek fel, valakik ugye rendes ilyen rácsos maszkot. Itt tényleg rátok van bízva, hogy mi tetszik, illetve ilyenek. Oké, van fegyverünk, akkumulátor, töltő, tárak, lőszer, szemüveg, akár maszk, és amondva vagyok, hogy talán érdemes lehet még venni egy taktikai mellényt. Ez annyira nem fontos, mert amúgy ugye mire kell a taktikai mellény, hogy a tárakat be tud rakni, illetve esetleg a telefonodat, illetve egyéb kiegészítőt még a kis taktikai zsebekbe ugye be tudod rakni, de igazából ha felveszel egy túragatját, akkor az akkor van annyi zseb, hogy akár oda be is tudod dobálni a zsebedbe a tárat, meg ilyenek, de érdemes lehet választani egy olcsóbb taktikai mellényt, ezeket szintén egyébként megtaláljátok ezeken a weboldalakon. Oké, ez a set kb. Így, ahogy szerintem el lehet kezdeni elszoftozni úgymond normálisan, tehát van egy jó kis saját fegyód, ami tetszik neked, van hozzá egy-két plusz tárad, van hozzá lőszered, normális akkumulátor, normális töltővel, egy kisebb, nagyobb taktikai mellény, ahova be tudod rakosgatni ezéket, tárakat, illetve cuccokat. Az, hogy most ilyen katonai ruha meg ilyenek, szerintem teljesen felséges az elején, bőven elég egy ilyen túragatya, túrafelső, sőt egyébként sokszor kényelmesebb is, mint ezek a ilyen katonai ruházatok. Úgyhogy megvan az elszobb felszerelési, most már csak el kell venni egy játékra. Játékot talán nagyon egyszerű, felmentek az internetre, mondjuk Miskolcon laktok, beírjátok Google-be, hogy Miskolc elszobb játék szervezés, vagy mondjuk Budapesten laktok, akkor Budapest elszobb játékok, akár ezt Facebookba beírjátok, akár Google-be beírjátok, biztos vagyok benne, hogy ki fog dobni egy csomó találatot, Facebook csoportot, stb., ahol különböző játék szervezők játékokat szerveznek, hová lehet menni, és mondjuk 2-3 ezer forintot befizetsz, és akkor egész napot játszhatsz. Ezeket általában ilyen gyakorló játékoknak hívják. Ez tényleg arra van, hogy akár kezdő játékosok el tudnak kezdeni itt játszani, meg ki tudják tapasztalni a dolgokat, illetve meg tudják tanulni az adott szabályzatot, stb., amit egyébként az játékszervezők általában el szoktak mondani a játék elején. Párat úgy is be fog ide rakni, például Budapesten, ahova mi szoktunk eljárni, illetve Miskolcon is van egyébként egy ilyen weboldal, ahol így lehet látni az ilyen Miskolc és környékén lévő elszokt játékokat, úgyhogy tényleg igazából is. Ezek úgy működnek, hogy csak bejelentkezel, tehát nem kell senkit felhívni, meg mit tudom én, csak rányomsz, hogy ott leszel, vagy ha weboldal van, akkor ugye rányomsz, hogy jelentkezem, és aztán csak elmész a játékra, ugye ki szokták írni, hogy mikor kezdődik, hol, stb. Csak elmész, ott beiratkozol, kifizeted
ugye belépőt, felírod maximum a neved, vagy esetleg a személyigazolványodnak a számát, és mehetsz be felöltözni, és aztán mit tudom, olyan 10 órától ugye kezdődik az elszokt, és akkor mész azt játszod. És srácok, nagyon összefoglalva, tényleg nagyon lesarkítva, ennyi elkezdeni elszoktozni. Nyilván itt be lehet menni részletekbe, hogy akkor milyen márka, meg hát az nem jó, meg mit tudom én. Ezekre azt tudom javasolni, az ilyen fajta kérdésekre, ezeket nyugodtan megkérdezhetitek a Discord csoportunkban, vagy a Discordunkon. Ott van egy ilyen elszoktos részleg, ahol ezeket meg tudjátok kérdezni, és akkor segítünk, vagy segítenek. Illetve van pár ilyen elszoktos csoport, illetve Discord, amit majd szerintem belinkelek a leírásba, ahol még profibb emberek tudnak segíteni nektek ezekben az ilyen kis apró, tényleg, hogy akkor most abban a fegyverben, akkor most az 11,1 volt kell, mert abban már MOSFET van, meg mit tudom én, tehát ezeket most nem is mondtam el, de egyébként valamilyen szinten ezek is fontosak. Úgyhogy srácok, ennyi volt az a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjátok egy lájkot, és várjátok a következő videókat, és remélem, hogy ezzel tudtam nagyjából segíteni azért azoknak, akik esetleg most szeretnének belevágni az elszokba, és tényleg ezek a általános kérdések még megvannak náluk, hogy mit, hogy érdemes, úgyhogy, ja, sziasztok! Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is! Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem!